temető az a megemlékezésnek is a gyásznak a helyszíne, de bevallom, én valamiért szerettem temetőbe járni. Ez lehet, hogy furcsa, vagy lehet, hogy azért, mert én a virágokat néztem már akkor is, és szerintem ez nagyon fontos is, hogy ápolva legyenek a sírok. Sajnos egyre több, ami be van fedve teljesen, de valahogy nekem hozzátartozik a temetőhöz, a temetés az az élővirág. Én meg pont valószínűleg a másik véglet lettem, aki kevésbé szeretett temetőbe járni, és valószínűleg azért, mert nekem valahogy nagyon sok volt ez az épített, tehát nekem nem tudta annyira közel hozni a szerettünket, vagy a megemlékezést, ahogy ez az egész tálalva lett, és valószínűleg ezért vonzottak azok a megoldások, amikről majd ma fogunk beszélgetni, amikor ezt itt a növényekkel, a természethez közel hozzuk, hiszen az élet, meg a természet, a halál és a természet, azok mind nagyon közeli dolgok. Nem létezik egyik a másik Így nélkül. van. Úgyhogy én valószínű, hát nyilván nem úgy szerettem járni, hogy most úgy, de jó, megyünk a Persze. temetőbe, de én mindig néztem a szép világos sírokat, persze, amikor az a neon krizantén műanyag A rajta volt, műanyagok azt voltak nem az. szerettem, de ugye most a Cegléd öreg temetőben vagyunk, itt van apukám és a nagymamám is, meg jó pár rokonunk, és itt szerencsére azért jó pár élő virágos sír van most is. Természetesen itt halottak napja előtt jóval több, de bizony azért itt gondozzák a sírokat, és ez egy jó dolog, de most arra gondoltam, hogy a mai nap vegyünk végig három lehetőséget. Az egyik, amit most fogunk elkészíteni, ez a kicsit több gondozást igénylő, akár szezonálisan beültetést Igen, hiszen ezeket majd évszakról évszakra cserélni kell. igénylő, igen, ezt cserélni kell, vagy érdemes, tehát aki többször ki tud járni közelbe, akik annak érdemes ezt Ezt a megoldást megvalósítani. választania. Aztán terveztem egy olyan évelőst, a szárazság körül évelőst, hiszen azért én is a viszonylag messzebb vagyok, vannak még Kisújszálláson, meg Görményesen is rokonaink, oda tényleg nagyon ritkán jutunk el, oda érdemes olyanokat beültetni, amik kevés Kevesebb gondozást gondozást igényel. igényel, igen. És aztán még van egy, ez még a virágos évelős, és akkor gondoltam egy olyat is, ami pedig Örökzöldes. örökzöldes. Ugye az örökzöld az mindig az életet Igen. jelképezi, tehát a temetőtől, az szerintem És az már elválaszthatatlan. megfogta, akkor azzal már nem nagyon van dolog Így van, igazából. vagy ha nagyon megnőtt egy csüngő, cédrus, kicsit megcsipkedni egy-két évente, de kb. Ennyi munkát ad. Igen. Úgyhogy ezt a hármat gondoltam elkészíteni, mutassuk be, hogy miket érdemes, mert itt is azért el lehet rontani rossz növényválasztással, vagy ami nagyon gyorsan kiszárad, rövid ideig virágzik, úgyhogy most megint hoztál nekem csodákat. Akkor kezdjük el ezekkel a kicsit több gondozást igénylő, szezonális díszítést adó növényekkel. Igen, hát készültünk ugye ekkor klasszikusan divatos itt a európai kultúrában a krizantémokkal, itt a multiflóra krizantémokat lehet látni, aztán hoztunk díszkáposztát, árvácskát, illetve az erika féléket, a csarapfélékből egy egész kollekciót. És akkor ezt is úgy érdemes, hogy ugye itt is ne ebbe a cserébe maradjon benne, hogy már beszéltük akár a kerti beültetésnél is, nem legyen eltávolítva róla a cserép, ugye gyönyörű gyökérzete van, és kerüljön bele a földbe. Hiszen itt például ez egy tavalyi beültetés, és mégis persze és meg látszik, lehet hogy milyen metszen. Jól néz ki. Igen, dugtuk itt. Tavaly hoztam ide, beültettük, és és gyönyörűen kapott megmaradt. gondozást igazából teljesen jól. Áttelelt, Igen. illetve újra bevirágzott. Így van, úgyhogy ha jól be van ültetve, időben be van ültetve, hogy a jó enyhe, szinte nyári idő van. Szinte nyárias az idő, ez persze nem mindig van így, de ha ilyenkor be van ültetve, be tud gyökeresedni, és így nagy biztonságban megmarad. És itt is esetleg nyugodtan lehet a színekre is figyelni, hogy az a lilás, rózsaszínes vonalat össze Vagy vannak ilyen eleve összeültetésként elkészített. Igen, eleve három szín, tehát itt is már a bordó, a narancs, ez a kicsit ilyen fáradt rózsaszín szín együtt nagyon jól mutat, és már egyből egy kés csokor Így van. Beültethető. Akkor aztán csináljuk meg, és akkor megmutatjuk, Rendben. Mire lettünk mi képesek. Most elrendezgettük a növényeket, jó sokat, de mindjárt elmondott, hogy miért ilyen sokat, de nem ültettük még be, és ezt ajánljuk is, hogy rendezgessük el először, hiszen egy kertnél is nem is ajánljuk, hogy ültetés közben rendezgessük a növényeket, hanem legyenek kipakolva, és aztán legyenek beültetve. Hát mint egy lakberendezésnél a Igen. kockás papír, vagy a tervezőprogram, vagy esetleg a valóságban, hogy utána lássuk, hova helyezkednek el. Igen, és hát említettem, hogy jó sűrűn, ez pedig azért. Mert hát olyan nagyon gyakran nem tudunk azért kijönni, tehát itt ha nem marad szabad fölött, akkor a gyommal sem lesz később problémánk. Így van. Hát ugye ez mind a kertben, ugyanígy, sőt itt extrémebb, mert itt betonnal van, vagy műkövekkel vannak körbevéve, tehát ez nagy melegben azért beszívja a meleget,
Tehát itt még jobban kell figyelni arra, hogy sűrű beültetés legyen, akár itt is lehet mulcsozni, jágdarárékkal, akár a lehullott levelekkel is, de ezért nagyon fontos a sűrű beültetés, szép is, szebb is. Gyökérzet nem fog felforrósodni. Így van, egymás függik a növények, kis mini mikroklíma alakul majd ki itt a síron, most akkor ültessük is be őket. Na hát és akkor pár perc később, most már be is ültettük jó alaposan a növényeket, fontos lenne a jó megbeöntözés, és hát azért ez a beültetés ez egy szezonra szól, tehát a tavaszi időszakban majd érdemes lesz váltani, nagy melegek elteltével ezek a növények kevésbé fogják jól érezni magukat, és akkor válthatunk egy igazi nyári, egynyáris hangulatú beültetésre, akár muskátlival, begóniával, a rózsa meténgel, vagy a vinkával, vinkarózával, katarantusz rózeusszal, és aztán ezek színváltozataival felfrissíthetjük és adhatunk egy nyári hangulatot a sírbeültetésnek. Ugye ez a klasszikusabbnak mondható régi sírhely, amikor azért ekkora beültethető hely volt, én azért erre jobban emlékszem, hogy sok-sok ilyen volt régen, és hát remélem azért egyre több is lesz. A betonnal befedett, lefedett, kevés virággal beültethető sírhelyek, azok nem tetszenek őszintén. De ha már van egy ekkora helyünk beültetni, akkor el is rendezgettem ide is a növényeket. Itt is érdemes, hogy nem egy fajtából beültetni, ha csak árvácskákkal ültetnénk be, akkor egy kicsit a park hatása van. Itt is egy ilyen kis mini kertet érdemes létrehozni. Itt is lettek árvácskák, de kis csoportokban ritmusosan ismétlődgetve. Vannak díszkáposzták, kisebb méretű krizantén, nagyobb méretű krizantén, kalluna, és ebből lett ilyen kis mini kert. Tehát itt is érdemes elrendezgetni előre, jó sűrűn, beáztatni, beültetni, bemulcsozni, és aztán egészen jövő tavaszig, nyáraléig gyönyörű lesz, és amit Andris mondott, utána pedig érdemes váltani a nyári, egy nyári beültetésre. Készültünk, szerintem nagyon szép lett. Szerintem is, igen. És hát ez volt a nehezebb, a fenntartás igényesebb sír, de akkor nézzük meg az évelőst, meg az örökzöldest. Ez a második ajánlott beültetési stílus, ezek a látszáró évelők. Évelők. Ugye ez... Egy-két cserjével egy picit csaltunk. Igen. Egyébként az azért érdemes csalni, hiszen azért ezek a talajtakarók, kecskerágók, ők télen is szép zöldek lesznek. Jó, az euforbia is, meg a levendulának is van egy színe, de azért a fél év telet érdemes egy pici ilyet becsempészni. Igen, hogy maradjanak olyan növények, amelyek olyankor. Igen, ne csak ezek a látszáró évelők, mert ők ugye visszafagynak a tövükig. Olyanokat hoztunk, ami tényleg extrém szárazságtűrőek, tehát a levendula, a varjúháj, az aszter, a csillagőszi rózsák, az euforbiák, ezek mind nagyon-nagyon szárazságtűrőek, tehát tényleg ez is havonta egyszer, ha megvan öntözve egy kicsit, vagy később még azt mondom, hogy talán még az sem kell neki, és szépen befutják, benövik, átszövik az ágyás, és egy szép nagy virágos ágyás lesz. Ha virágzik, ha nem, igazából mindig egy izgalmas oldalukat fogják mutatni. Igen, ennél is egy a teendő, kivenni a cserépből, beültetni, jobb áztatni. És az elején megtámogatni, hogy jól be tudjon gyakorlani. Így van, ennyi a teendő, úgyhogy lássuk is neki. A harmadik beültetési típus, ezek az örökzöldek. Ugye ezek jelképezik az örök életet, úgyhogy én ezt nagyon kedvelem egyébként a kertben is, de sírra mindenképpen ezt választanám. Igen, nagyon jó választás. Ugye kevés gondozást igényelnek, az elején persze ezeket is öntözni kell, tehát az első egy-két évben azt mondom, hogy egy kicsit jobb, nagyobb odafegyelést igényelnek, de később akár ezek a borókák, kecskerágok, kis törpefenyők, ha elterjedtek a gyökerek, be van mulcsozva, szépen összenő, akár hónapokat kibír öntözés nélkül. Így van, tehát a kapacitásunkhoz is ízlésünkkel megegyezőek, akkor ezeket bátran választjuk, mert egy nagyon guszta, látszik, hogy itt levélformával, a színével, nagyon jó kis hangulat. Igen, ez nagyon jól mondod, itt is többféle levél struktúra van, és többféle levél szín, tehát ne csak egy sima, egy színű örökzöld legyen, sötétzöld, mélyzöld, hanem különböző zöld típusok, ezüstös, sárgás, aranyló típus, lecsinő. Lomblevelű, tűlevelű, pikelylevelű, minden. Csak egy fontos van még, a fontos fajtaválasztás, majd belinkelem ide a kert, vagy hát a sírtervet is, hiszen mondjuk erre is valaki vesz egy nagy babérmegyet, egy novitát mondjuk, hát az óriási lesz, azért az nem illene. Ezek mind törpe növekedésűek, lassan nőnek, akkor ez a kis törpefenyő és ilyen kis mini marad, maximum egy ilyen félméteres nagyságra. Olyan fajtákat választottunk, amik a rendelkezésre álló
teret fogják szépen belakni, és nem pedig túl dominálnak Igen, nem az benne. lesz, hogy 3 év múlva itt egy hatalmas örök zöld. Láncfűrésszel kell majd Igen. metszen. Itt is hasonló, mint a többinél, helyezgessük el az örök zöldeket, és aztán beültetjük. Rendben. Tehát elkészültük a beültetéssel, jó alaposan belocsoltuk, úgyhogy innentől azért azt még fontos kihangsúlyozni, hogy attól még, hogy törpenövekedésűek, azért néha lehet, hogy meg kell majd csípkodni egy kicsit. Meg fognak indulni, Meg fognak levendulával indulni. ugye egy nagyobb pompom lesz, tehát azért egy-egy növény majd fazonírozást igényel. Igen, a kecskerágó is ilyen kifuthat oldalra, kicsit visszavágni egy-két évente, de nem a nagy munkaigényes sírbeültetés ez. Jó szárazságtűrő is lesz idővel, persze nem az első évben. Az első évben azért havonta, 2 hetente nagy melegben meg kell Jól alaposan be tudjanak öntözni. gyökeret. Ne csak az a kis óvatos öntözés, hanem tényleg egy ekkora területre legalább 5-6 nagy kanna vizet érdemes ráönteni. Persze legyen bemulcsozó, de hát össze is fognak nőni, és akkor biztosan megmaradnak majd. Így van. András, nagyon köszönöm a segítséget, azért szerintem ez egy nagyon fontos téma, és Nagyon. talán keveset is beszélünk róla, meg kevesen is foglalkoznak vele, de szerintem nagyon fontos, Hát hogy szépek legyenek ez ezek a egész növényeink. temetés gyász, ez sok beszélgetés volt már, hogy úgy valahogy az emberek, mindenkinek ott van a lelkében, de hogy van ott, ugye már is te is Igen. másként fordultál hozzá, meg én is másként, és hogy Igen. az emberek kerülik ezt a témát, de én úgy gondolom, hogy ez is egy felület, és merjük elengedni a fantáziánkat, és hívjuk segítséggel a növényvilágot, hogy ide valami olyan csodát varázsoljunk, aminek valószínűleg aki itt nyugszik, az Igen. nagyon örülne. Vagy akár jót is mondtál tényleg nagyon, hogyha valakinek esetleg egy kedvenc növénye volt, és az megmarad mondjuk egy sírnál, Pontosan. és mondjuk nem egy óriási tölgyfa, akkor azt abszolút be lehet ültetni, és ez milyen kis kedves gondolat. Tehát attól még, hogy temetés, sír, persze nem egy vidám téma, de én azt mondom, mindenképpen legyenek benne élő növények, akár az egy nyári is, akár az évelős, akár az örökzöld megoldás, mégis egy ilyen kis életet Igen, a szimbolizál. halálhoz, igen, meg a szomorúságunkhoz rengeteg életet hoz, és azt gondolom, hogy ez az egész, úgy, ahogy az épített dolgot föloldja a növény, ugyanúgy a halottakkal kapcsolatos rossz érzéseket, vagy az elmúlással Igen. kapcsolatosokat, az élet ugyanúgy feloldja. Abszolút. És persze ettől még kijárhatunk a temetőbe, hogy mondjuk egy ilyen beültetésünk valami kevés gondozást igényel. Lehet hozni még vágott virágot, krizanténokat, kertből szedett virágokat, tehát ettől nem azt jelenti, hogy Ettől nem még kell kijárnunk, kiegészíthetjük. hanem csak ez egy ilyen kevés gondozást igénylő kiültetés, ami hosszú-hosszú évtizedekig szép tud lenni. De nagyon köszönöm ismét, hogy Andris Ja, én is segítettél, köszönöm. és tényleg fontos téma volt, örülök, hogy Hogyne, beszéltünk hogyne. És róla. ez egy nagyon régi kis téma volt ott a buksim hátsó sarkában. A Igen. külföldi kiállításokon rendszeresen látom, hogy vannak ilyen sírbeültetési versenyek. Hát halatlan izgalmas Igen, igen. feldolgozásokat látni. És egyébként érdekes, mert én annó, mikor még kertépítéssel foglalkoztam, nekem voltak sírbeültetéseim, tehát megterveztük ott is a sírbeültetést, és el is készítettük ezeket a beültetéseket. Tehát azért szerencsére azért sokan foglalkoznak ezzel, de talán nem eleget. De Igen. majd most. Úgyhogy én is köszönöm, hogy itt a szervezésben össze tudtunk dolgozni, és reméljük, hogy nektek is tetszik. Köszönöm. Köszönöm.